A biztonságos tanulási körülmények megteremtése érdekében fogadott el országos tervet múlt héten a kormány, amely egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyek az iskolai zaklatás megelőzését és visszaszorítását célozzák. Minden iskola önálló tervet kell kidolgozzon a tanulók, a szülők és az illetékes intézmények képviselőivel, amellyel visszaszorítják a bántalmazás jelenségét. Ezt is tartalmazza az az országos terv, amit a biztonságos tanulási körülmények megteremtése érdekében fogadott el a kormány. A tervek gyakorlatba ültetését a Tanügyminisztérium és a tanfelügyelőségek ellenőrzik. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus szerint mindig is voltak zaklatások a tanintézetekben, de az utóbbi időben növekvő tendenciát mutat a jelenség. Úgy véli, sokkal több eset van, mint ami nyilvánosságra kerül. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa úgy gondolja, fontos lenne, hogy legyen egy közös, államilag elfogadott terv, ami a bántalmazások megelőzésével foglalkozna, mert hogy ezáltal meg lehetne előzni a zaklatásokat. Rengeteg előnye van a megelőzésnek, és ez az a terület, ahol az iskolában oktató tanárok, pedagógusok, a gyerekek és mindenki, aki egyáltalán a szülők, akik szereplői az iskolai rendszernek, vagy érintkezésbe kerülnek az iskolával, a legtöbbet a megelőzés terén tudnak tenni. Hozzátette, iskolakezdéskor egy osztályfőnöki óra keretében érdemes lenne arról beszélni a diákokkal, hogy milyen szabályok vannak érvényben az oktatási intézetekben, melyek az iskolai erőszak formái és tünetei. Ez a megelőzés szempontjából lenne fontos. Az áldozat önbecsülésére, énképére és a szociális kapcsolataira is rányomja a bélyegét a bántalmazás, tette hozzá.